Figyelembe kell venni azt, hogy rendkívül jelentős költségvetési eszközöket költ el az FVM. Azt, hogy mi ezt mennyire hatékonyan tudjuk elkölteni, hogy ebből milyen hatások adódnak, ez attól is függ, hogy hagynak-e minket dolgozni. Tisztelettel kérjük, most már második alkalommal, mert már másodszor tárgyaljuk az agrárjelentést, hogy hagyjanak minket dolgozni, amiben benne van az is, hogyha véleményük van, akkor azt kíséreljék meg összefogottan elmondani úgy, hogy mi, ha rajtunk múlik, akkor ebből valamilyen következtetést le tudjuk vonni. Nem tudjuk másként fölfogni azt a felvetést, amit többször megcáfoltunk, mégis újból és újból ide került, hogy nincsen agrárstratégia. Miközben azok táskájában, akik ezt felvetik, nyilvánvalóan ott lapul az a most már másfél éve megjelent kiadvány, ami a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés stratégiai kérdéseit taglalja, és amiből kinőnek azok a projektek, amelyekről beszéltem, amelyek egyfajta Széchenyi tervként értelmezhetőek a mezőgazdaság esetében. Nem lehet másként fölfogni, mint olcsó politizálásnak az olyan beállításokat, hogy a búza stratégiai fegyver, aki ezt kiengedi a kezéből, az bolond. Nem érzem azt, hogy a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium bármikor a búzát akár stratégiai fegyverként, akár mint egy nagyon jó hatékonysággal Magyarországon megtermelhető terméket kiadta volna a kezéből, sőt örömmel jelenthettük be itt a parlament előtt is, hogy 1.200.000 hektáron vetették el a búzát, és 2000-es évinél jóval nagyobb búzatermésre van komoly esély. A sikerről és a sikertelenségről egyaránt kell beszélni, de ha valaki valamiről véleményt mond, annak illik tájékozódnia, nem csak azt követelni, hogy különböző bizottságok ülésein vegyen részt, hogy tájékozottá váljon, hanem a saját tájékozottságáról is kellene gondoskodnia. Ebben az évben rendkívül jelentős kiállítás megrendezésére került sor. Ez egy olyan nagy formátumú rendezvény, hogy hosszú idő óta csak 4-5 évenként kerül sor erre. Ez az OMÉK, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár. Rengeteg külföldi magasrangú vendéggel, soha nem látott számú látogatóval, és mindenki, aki ott volt, megállapíthatta, nem csak hibátlanul megrendezett rendezvény volt ez, hanem egy igen kiváló mezőgazdaságot és élelmiszeripart volt képes bemutatni. Beleértve az állattenyésztést is, azokat a kiváló genetikai alapokat, amelyekre joggal büszkék lehetünk. Hasonlóan sikeres rendezvény a Budapest is, és én most nem kiállításokat akarok itt felsorolni, hanem ötleteket arra, hogy honnan lehetne ismereteket szerezni arról, hogy mire képes a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar, hogy milyen kiváló minőségű termékek előállítását tudja produkálni. Ez kiderül az AMC által külföldön rendezett különböző kiállításokon is. Mai vita alkalmat adott arra, hogy a rosszul sikerült 1997. évi agrárfejlesztésről szóló törvény kiválóságait egyesek itt újból hangsúlyozzák. Egy nem kellő körültekintéssel készült törvény, nagyon sok hibája van, nem akarok kitérni arra, hogy mi minden, hiszen ezt egy évvel ezelőtt körülbelül 3/4 órán át próbáltam összefoglalni. A résztvevői ennek a vitának csak nem ugyanazok voltak, mint ma. Ennek ellenére ez újból, hogy mondjam,
az újszülött naivitásával ezek a kérdések újból felvetődtek. Tehát lehet azt mondani, hogy milyen jó, hogy annak idején az MSZP-SZDSZ-es többség gondoskodott arról, hogy legalább a bruttó hazai termék volumen növekedésének megfelelően kell a költségvetési támogatásokat a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben növelni. Ugyanakkor rengeteg mindent nem határoztak meg ahhoz, hogy egyáltalán honnan és hogyan kellene ezeket a számításokat végezni. Így például nem gondoskodtak arról, hogy megfelelő bázisról induljanak ki ezek a korrekciók, és hogyha a hiányt mi korrigáljuk, akkor az hiány marad. Nem lehet ugyanúgy számon kérni egy kormányzaton az állítólagos törvénysértést, függetlenül attól, hogy ez miért következett be. Mivel egy szükséghelyzet miatt került sor a tárcák költségvetési összegének egy részének elvonására, ez nyilvánvaló, hogy ezt a szükséghelyzetet és ennek a szükséghelyzetnek ebből a szükséghelyzetből következő feladatokat alig, ha lehet elvitatni, és ugyanolyan mércét állítani, mint hogyha ez hanyagságból vagy bármiféle egyéb mulasztásból következett volna be. Ráolvasásszerűen állapítja meg az agrárfejlesztéstől szóló törvény az, hogy a magyar mezőgazdasági termékek támogatottságát közelíteni kell az Európai Unióban szokásos mértékekhez. Miközben nem gondoskodott sem módszert arról, hogy hogyan lehetne ezt az összehasonlítást megejteni, sem azt, hogy hogyan lehetne mérni, sem azt, hogy hogyan fognak ehhez és miből költségvetési eszközöket biztosítani. És a rosszul elvégzett munkának a teljes terhét ide áttolják a mi térfelünkre, és számon kérik rajtunk, hogy ugyan már miért nem gondoskodtunk arról, hogy a támogatottsági szint növekedjen, bár vitatkozni lehet arról, hogy mit tekintünk Európai Uniós és magyar támogatottsági szintnek, és számon lehet kérni azt, hogy miért nyílik az agrárolló. De mivel itt folyamatok vannak, nagyon jól tudjuk, hogy ebben az évben már nem nyílik, hiszen a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek elhalasztott árnövekedése ebben az évben nagyrészt realizálódott. Tehát ebből az is következik, hogy bár 1999-ről van szó, ezt az évet, mivel gazdaságot tárgyalunk, nem lehet kiszakítani akkor, amikor ez az érdekünkben áll, illetőleg a mai helyzetről beszélni akkor, amikor az áll az érdekünk. Itt egy folyamatról van szó, és mivel folyamatról van szó, ebből adódik, hogy teljesen szükségtelen a költségvetés jó összeállítása szempontjából az, hogy az agrár jelentés az a költségvetés benyújtása előtt elfogadásra kerüljön a Magyar Köztársaság országgyűlésében. Hiszen a jövő évi költségvetést a ma aktuális ügyek alapján kell kialakítani, és nem a tavalyi ügyek alapján, amelyek rengeteg specifikumot hordoznak magukba. A hiányos törvényalkotás és a hibás törvényalkotás iskola példája az agrárfejlesztéstől szóló törvény, hiszen azok, akik ezt keresztül erőltették, azok tudhatták volna, hogy a statisztikai adatok nem állnak úgy rendelkezésre, hogy ennek a határidős követelménynek eleget lehessen tenni. Tehát itt vagy törvénymódosításra van szükség, vagy pedig inkább másról kellene beszélni, érdemi kérdésekről egy állítólagos mulasztásnak a kiemelése helyett.